Jön a szemét Ukrajnából, több tonna kommunális hulladékot hoz a Tisza, folyamatosan dolgoznak a szakemberek. Magyar Falu Program új pályázati lehetőségekről is beszélt Gyopáros Alpár államtitkár Berek Surányban. Házasság hete, a családot és a házasságot népszerűsítik ezen a héten az online térben és a nyíregyházi Szent Imre kápolnában. Hamarosan megkezdődhet a 60 év felettiek védőoltása, amelyhez a szükséges vakcina első szállítmánya szombaton megérkezett. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Megyénkben az elmúlt egy napban 72 új esetet azonosítottak, így a fertőzöttek száma 18.590 főre emelkedett. Múlt csütörtökön a 80 év felettiek oltását kezdték meg a házi orvosok és az oltópontok, hamarosan pedig a 60 év felettiek is megkaphatják az első adagot. Napok óta árad a Tisza, ennek következtében újra több tonnányi kommunális hulladék érkezett a folyón Ukrajna felől a megyébe. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság gépei péntek óta folyamatosan dolgoznak Vásárosnaménynál. Várhatóan ez még néhány napig így is marad, a héten ugyanis újabb árhullámokra számítanak a szakértők. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság felvételein jól látszik, milyen mennyiségű hulladékot kell eltávolítani a víz felszínéről Vásárosnaménynál. Itt, valamint Tiszabecs és Csenger környékén a legkomolyabb a probléma. A vízihatóság kameraképei és gátőri jelentése szerint múlt hét eleje óta percenként átlagosan 50-70 darab kommunális hulladékot hoz magával a Tisza Ukrajna felől. Ilyenkor a folyón szerves és szervetlen eredetű úszadék érkezik. Ennek 90-95%-a szerves eredetű, fahulladék, ágak, gajak, nagyobb rönkök, és hát megközelítőleg általában egy 5-10% az, ami a szervetlen eredetű hulladék. Ez petpalack, egyéb háztartási úszóhulladék a papucstól a tévéig. Hát nagyon sokféle. A Tisza felső szakaszán jelenleg harmadfokú kárelhárítási készültség van érvényben, péntek óta váltott műszakban dolgoznak a vízügy szakemberei. A magyar fejlesztésű géplánc egy éven belüli már 6-szor kerül bevetésre éles helyzetben. Nagyon jó volt a korai jelzés, hiszen fel tudtunk készülni és a részleges medelzárat el tudtuk készíteni addig, amíg a hulladék ide érkezik. A részleges medelzár jelen pillanatban 4 úszóműből áll, 2 úszókotró, egy kismerülésű úszólétesítmény és egy önjáró úszály. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései szerint a következő napokban 12-14 mm csapadék várható, amely újabb árhullámok kialakulásához vezethet. A szakértők addig is dolgoznak és folyamatosan figyelemmel kísérik a levonuló hulladékok mennyiségét. Az Országos Vízügyi Igazgatóság hétvégi közleményében azt írta, amíg a vízállás a kritikus pontokon nem haladja meg a 6 métert, a géplánc továbbra is képes kiterelni a hullámtérre az érkező úszadékot, annak kiszedésére és elszállítására azonban apadásig várni kell. Különleges, jeladóval felszerelt palackokat dobtak a vízbe a PET-kupa aktivistája múlt héten a Bodrogon. Az a céljuk, hogy a folyamatosan érkező GPS adatokkal feltérképezzék a hulladék mozgását a Tiszán és mellékfolyóin. A kutatás nyilvános, akit érdekel, az a petkupa.hu oldalon követheti nyomon a palackok útját. Első ránézésre egy viszonylag egyszerű palack. A gyanú akkor merül fel, amikor látjuk az üzenetet benne. Röviden annyit mond, több nyelven, hogy légy szíves, ne nyisd ki. Hogy miért nem, annak megvan az oka. Fontos célt szolgál ez a nemrég olasz Tiszka környékén a Bodrogba engedett és üstökös névre keresztelt műanyag palack. Két másik szintén a folyóba dobott jeladóval együtt a tiszai PET-kupa kutatásfejlesztési programját szolgálják. Nem csak üzenet van ugyanakkor bennük. Oda bent található egy akkumulátor, egy GPS érzékelő, és egy természetesen egy rádiós jeladó, ami a GSM hálózaton keresztül továbbítja a palacnak a pozícióját. Mint ismert, a Tisza és mellék folyói tele vannak műanyag hulladékkal. Az ártéri erdők nagy része is szennyezett, ahogy a civil szervezet korábban egy palack postával,
Ugye mostani kísérlettel is azt próbálja megtudni, hogy a határon túlról érkező műanyag szemét meddig és milyen gyorsan jut el, és hol rakódik le az ártérben. A legtöbb ember azt mondjuk, hogy vizek műanyag szennyezése az óceánok jutnak eszükbe, holott az óceánokban található műanyag szennyezésnek a jó részét a folyók viszik a nagy vizekbe, az óceánokba, így akár még az is lehet, hogy előbb-utóbb ezek a palackok a tengerig is eljutnak, és akkor sikerülne azt is megérteni, hogy egy tiszai hulladék milyen gyorsan és milyen állomásokkal ér le a tengerig. A mobil hálózaton keresztül küldött adatoknak köszönhetően a petkupa.hu-n bárki nyomon követheti, hol járnak épp a palackok. A kísérlettel egyúttal a folyók vízállását is figyelik. Ez is úgymond a kutatás része, hogy a vízszinttel, hogy korreál ezeknek a palackoknak a mozgása. Ugye mert azt látjuk, az tapasztalat is, hogy emelkedő víznél jönnek ezek a palackok, mert a hulladékszigetek, valamint az apadáskor is újra megindulnak, amikor az ártérből visszahúzódik a víz, és újra kiviszi a fősodorba, a főmederbe az ott lerakott hulladékot. A vízálláson kívül mástól, így a műtárgyaktól is függ, milyen gyorsan haladnak a hulladékszigetek. A folyók megtisztítását tűzték ki célul a 2013-ban elindított és évenként megrendezett petkupa versenyek, amelyek újabb helyszíneinek meghatározásában is segítségül lehetnek a kísérlet során beazonosított hotspotok, vagyis azok a helyek, ahol megáll és felhalmozódik a szemét. Jó utat! Újabb elemmel bővül a Magyar Falu program. Idén már a falusi kisboltok működését, fejlesztését, valamint a korábban bezárt egységek újranyitását is támogatja a kormány. Erről a modern települések fejlesztésért felelős államtitkár beszélt szombaton Beregsurányban. Gyopáros Alpár bejelentette, a hazai finanszírozású program minden eddiginél több forrás biztosít a hátrányos helyzetű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepülések számára is. Fóliával védik az eső ellen a játszótéri elemeket Beregsurányban. Ez a tér is a Magyar Falu program forrásaiból épült a településen. Tavaly Beregsurány önkormányzata is minden eddiginél nagyobb összeget hívott le, melyet hiánypótló beruházásokra és támogatásokra fordítottak. Emellett pedig a falusi csok is nagy népszerűségnek örvendett a lakosság körében. Tehát ez is azt jelzi, hogy a települések inkább kisebb programokra, amiket nem tudtunk pályázni az elmúlt 10-15-20 évben, azokat elégíti ki elsősorban ez a Magyar Falu program. Nem beszélve az egyszerűségéről, mert nagyon könnyű rá pályázni, magyar forrás, és az elszámolása is egyszerű, aki tisztességesen csinálja, annak nem sok gondja van vele. Úgyhogy nagyon örülünk, ez egy nagy űrt tölt be, mint hogy a magyar falusicsok is, hisz Beregsurányban is többen vették már igénybe, és már jelezték többen, hogy igénybe fogják venni. A szatmári beregi régió különösen érintettnek számít a Magyar Falu programban, számos település küzd ugyanis anyagi nehézséggel. A pályázatoknak köszönhetően elindult a fejlődés a választókerületben, melyet jól példáz, hogy a megítélt támogatási összeg 2019-ben megközelítette, 2020-ban pedig már meg is haladta 2 milliárd forintot. Bízunk abban, hogy 21-es év is ilyen sikeres lesz. Népszerű a program, sokan pályáznak rá. Beregsurány, ahol vagyunk, a sikeresebben pályázó települések közé tartozik, de úgy átlagban el lehet mondani, hogy szinte minden egyes település talán két pályázatot talán tudott nyerni. Én úgy gondolom, hogy a polgármesterek részéről az aktivitással nem lesz probléma. A 2000-es évek közepétől egyre erőteljesebben érzékelhető a falvakból való elvándorlás. Mindezt a számok is alátámasztják. Amíg az elmúlt évtizedben országosan 4%-os volt az általános népességszám csökkenés, a kistelepülések esetében azonban ez a 10%-ot is meghaladta. Ennek megakadályozására jött létre a Magyar Falu program, melynek fő koordinátora Gyopáros Alpár hétvégén Beregsurányban arról beszélt, az önkormányzatok egyre több pályázati lehetőség közül választhatnak. Tekintettel, hogy ez egy összetett kérdés, ezért nekünk összetett választ kellett adnunk, és ezért ilyen szerteágazó a Magyar Falu program. Azaz van otthonteremtési lába, van útfelújítási lába, van önkormányzati pályázati lába, van egyházközségeket támogató lába, van civil szervezeteket támogató, iskolafenntartókat támogató lába, és az idei évtől van egy az üzleti szférát, a falusi kisboltokat támogató lába is, ettől ilyen komplex az a program. A Magyar Falu program országos pénzügyi kerete 2021-ben 250 milliárd forintra emelkedik. Finanszírozását pedig a korábbi évekhez hasonlóan a magyar költségvetésből biztosítja a kormány. Az eddigi három alprogram pályázatai heteken belül megjelennek,
és csatlakozik hozzájuk a kisboltok megmentését célzó, elsősorban a 2000-nél kevesebb lélekszámú településekre koncentráló konstrukció is. Krízis biztosítást köthetnek a mezőgazdaságban dolgozók. Az új kockázatkezelési eszköz a többi konstrukciótól eltérően már nem csak az időjárás okozta károk, hanem például az értékesítés nehézségei miatt fellépő bevételkiesés esetén is védelmet nyújtanak. A rendszerhez ebben a hónapban lehet csatlakozni a Magyar Állam Kincstárnál. Agrár kárenyhítési rendszer, jégkármérséklő rendszer, mezőgazdasági biztosítás. Korábban ezek voltak azok a lehetőségek, amivel a gazdálkodók kompenzálni tudták a bevétel kiesésüket. Mindezeket azonban kizárólag a szélsőséges időjárás, így például a hetekig tartó eső vagy asszály, illetve a vihar miatt bekövetkezett károk után lehetett igénybe venni. Februártól ugyanakkor létrejött egy kockázatkezelési rendszer, amelynek részeként krízisbiztosításra is igényt tarthatnak a mezőgazdaságban tevékenykedők. Ezzel a konstrukcióval az értékesítés nehézségeiből adódó kiesés pótolható, ráadásul azok a szereplők is igénybe vehetik, akiknek eddig nem volt ilyen lehetőségük. Ezekből az állattenyésztők szinte mondhatnánk, hogy teljes mértékben nem tudtak ebben részt venni. És a régi vágy teljesült most ezzel a krízis biztosítással, ugyanis ez lehetőséget ad az állattartóknak, állatbetegség, ilyen fertőző betegségek esetének a kivédésére, és a növénytermesztők számára is egy új lehetőséget biztosít, ugyanis ez a krízis biztosítás egy jövedelem kiesést akar pótolni. A biztosítás feltételrendszere ugyanakkor szigorúnak mondható, hiszen 3 évnyi jövedelemigazolással kell bizonyítani a bevétel kiesést. A kockázatkezelési alapból a gazdálkodó akkor tarthat igényt krízisbiztosítási kompenzációra, ha az elmúlt 3 év átlaga alapján számolt jövedelme legalább 30%-kal visszaesik. A termelő jövedelem kiesésének legfeljebb 70%-a kompenzálható. A kifizetésekre nem csak az évente befizetett termelői hozzájárulások nyújtanak fedezetet, hanem az azt kiegészítő vidékfejlesztési támogatás is. A krízis biztosítási rendszer fedezetének 30%-a a termelői befizetésekből, 70%-a pedig a vidékfejlesztési támogatásból adódik össze. A Kamara megyei szervezetének elnöke elmondta, az elmúlt 1 évben rengeteg gazdának okozott problémát, hogy eladja termékeit, hiszen a koronavírus járvány miatt az éttermek és menzák csak korlátozott kapacitással működtek. Sok ilyen kis termelőnek volt szerződése, vagy beszállítói biztos piaca konyhákra és ehhez hasonlókra, akár ilyen kifőzdékben is. Ezek mind ugye úgy működnek, ahogy ismeri a helyzetet mindenki most, jelenleg nem csak Magyarországon, hanem Európában is, vagy a világban is. Kevés ilyen felhasználás, és így a zöldségfélékben mondhatnánk itt a sárga répa. Hát amit a kisgazdaságok szállítottak be, arra mindre jellemző az, hogy most eladhatatlanná válik, és az, hogy következni fog a tavasz, egyre problémásabb helyzetet fog teremteni, én attól félek. A krízisbiztosítási rendszerhez önkéntes alapon kérelem benyújtásával lehet csatlakozni a Magyar Állam Kincstárnál. A belépésre azonban évente egy meghatározott időszakban, februárban van csak lehetőség. A tudnivalókkal kapcsolatban a gazdálkodóknak a falugazdászokat érdemes felkeresniük. Korom égett egy családi ház cserépkájájának kéményében, vasárnap este Gégényben. A demecseri önkéntesek és a kisvárdai hivatásos tűzoltók vonultak ki az esethez, kézi szerszámokkal távolították el az izzó részeket. Szerencsére személyi sérülés nem történt Gégényben. Elkezdődött a házasság hete idei programsorozata. A járvány miatt elsősorban az online térben várják az érdeklődőket. Nyíregyházán 2-től csütörtökig a Szent Imre kápolnában előadás, koncert és filmvetítés is lesz. Az online előadásokba a házasság hete Facebook oldalán lehet bekapcsolódni. Az első csók házastársként meghatározó egy életen át. Az esküvő az egyik legszebb nap a pár életében, mégis érdemes neki kedvet csinálni. Erről szól a házasság hete, amely csaknem 2 évtizede Angliából indult el, és Valentin nap környékén minden évben 1 hétig a házasságot és a családot helyezi a középpontba. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek, vagy a párkapcsolati problémákkal küzdőknek.
Ennek érdekében a mozgalom minden évben kiválaszt egy nagykövet házas párt. Idén ez egyébként Pál Úr János orgonaművész és Pál Úr Kornélia, és a velük való beszélgetés ad egyszerűen lehetőséget arra, hogy rádöbbenjünk, hogy máshol mi hogy működik. És a legtöbb segítség, ahogy halljuk, abból ered, hogyha egyszerűen másoknak a tapasztalatát halljuk. Ugye ez nem egy megmondós műfaj, hogy meg lehetne mondani, hogy kell csinálni, mert senki nem tudja, hogy biztosan hogy kell csinálni, vannak alapelvek, mint a szeretet, a hűség, a megbocsátás, és ezeknek, hogyha gyakorlati megvalósulását látjuk valakinek az életében, az egyszerűen erőt ad, hogy akkor próbáljuk ki mi is. A gyakorlati példamutatáson túl tudományos kutatások és előadások is színesítik a programot. Hétfőn este 6 órakor dr. Gorovel László és Krista arról beszélnek, hogy nemek és igenek a házasságban. Ez egy előadás lesz. A Házasság Hete Facebook oldalán keresztül lehet ezekbe az előadásokba online bekapcsolódni, akár utólag is. És kedden egy másik nagyon érdekes előadás Mihalec Gábortól, Viharálló szerelem a címe. És ez azért nagyon különleges, mert azt vizsgálta a szerző korábban egy kutatásában tavaly, hogy mitől van az, hogy egy krízis helyzet, mint például amilyen a bezártság is, bizonyos párok kapcsolatát tönkreteszi, szétzilálja, viszont másokat pedig úgy néz ki, hogy akár meg is erősíthet. Nyíregyházán február 9-től 11-ig a Szent Imre kápolnában előadással, koncerttel és filmvetítéssel várják a Házasság Hete programsorozat iránt érdeklődőket. Az országos programok és előadások online érhetők el a Házasság Hete Facebook oldalán. Vereséget szenvedett Diósgyőrben a kisvárdai futballcsapat. Sukka Attila együttese az NB1 20. fordulójában 2-0-ra kapott ki a DVTK-tól. A Diósgyőr kedden magyar kupa mérkőzésen Tarpán lép pályára, a kisvárda pedig szerdán Soroksáron játszik kupa meccset. Pont nélkül maradt vasárnap a Nyíregyháza Spartakusz is. A Spari az NB2 23. fordulójában Dorogon szenvedett 1-0-ás vereséget. Megszerezte 17. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A két cápák az NB1 B-piros csoportjának 19. fordulójában a Veszprémet fogadták, és 84-64-re verték ellenfelüket. A nyíregyháziak kedden Budapesten a MAFC ellen lépnek pályára. A listavezető házigazda volt a mérkőzés esélyese, és az első percek kosárváltásai után már a nyíregyháziak akarata érvényesült a pályán. 10 perc játékot követően ugyan mi csak 5 ponttal vezettek a cápák, a nagy szünetre azonban 20 pontra nőtt a két csapat közötti különbség. Siska János az eheti 3 meccsre gondolva igyekezett elosztani a játékperceket, és valamennyi pályára lépő kosarasa élt is a lehetőséggel. A harmadik negyedet 3 ponttal nyerte a Nyíregyháza, a záró szakasz 3 ponttal a Veszprémé lett, így végül 20 pontos hazai győzelemmel zárult a találkozó. Azt kértem a fiúktól, hogy keményen védekezzünk, és a kezdőtösünk az egy kicsivel gyorsabb csapat volt. Ez látszott itt az elején, és szerintem a fél időben már eldöntöttük a mérkőzést, 20 ponttal vezettünk. Utána már csak arra kell figyelni, hogy minden játékos megkapja a játékperceit, és vigyázni arra, hogy ne játszassam túl őket, hiszen kedden megint mérkőzés van a MAFC ellen. Ez sikerült, örülünk a győzelemnek, menjünk tovább. A nyíregyháziak csapatkapitánya Bús Iván 27 perc alatt 18 pontot szerzett, és mellette 9 gólpasszt is kiosztott társainak. A Veszprémnek a stílusa úgymond fekszik nekünk, mert egy kulturált és normális kosárlabdát játszanak. Van 3 kifejezetten jó és rutinos játékosuk, rájuk építenek, a többiek viszont fiatalok, de van rendszer a játékukban. Nekünk általában azokon az ellenfelek ellen nem szokott olyan gördülékenyen menni a játék, akik hát eléggé össze-vissza játszanak támadásba. Hál' Istennek a sorainkat rendeztük az első negyed vége felé védekezésbe, mert az első pár percben voltak kihagyások, és a támadó játékunk pedig nagyon jó volt az egész mérkőzés során szerintem. A vendégek edzője elmondta, voltak ugyan problémáik a meccs előtt, de nem az volt az oka annak, hogy nem tudták tartani a lépést a nagyobb játékerőt képviselő hazaiakkal. A Nyíregyháza a bajnokság legkomplettebb és legerősebb csapata. Igazából felkészültünk belőlük a játékaikból, de nagyon sokszor
a végén az már az individuumokon múlik. Egy Ubia szintű játékosra például tudunk egyszer, kétszer, háromszor jól menni, amikor egy picit hibázunk, ő egyből büntet, ugyanez mondjuk Tóth Gerivel kapcsolatban, vagy nagyon sok játékos mondhatnék. Küzdöttünk végig, viszont fizikálisan nem voltunk abban az állapotban, hogy bírjuk a mérkőzést abban a tempóban, amivel ők játszottak. A forduló további eredményei a következők: BKG Prima Akadémia Baja 102-98, Vasas Akadémia PVSK 2-60-63, Salgó Tarján Budapesti Honvéd 74-70, NK a Pécs Nagykőrös 70-75, MAFT TF Budapest 75-71 és MTK Litbasket Meosz Miskolc 78-85. A tabella élén a Nyíregyháza áll 17 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 16-3-as mutatóval rendelkező BKG Prima Akadémiát. A Kékcápák kedden a 7. helyezett MAFC otthonában lépnek pályára. Győzelemmel tért haza Szombathelyről a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttese az NB1 10. fordulójában 26-21-re győzött a vendéglátók ellen. A kisvárda szombaton a Dunaújvárost fogadja. Híradónk végére értünk, nézzük főpíreinket még egyszer néhány mondatban. Napok óta árad a Tisza, ennek következtében újra több tonnányi kommunális hulladék érkezett a folyón Ukrajna felül a megyébe. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság gépei péntek óta folyamatosan dolgoznak Vásárosnaménynál. Várhatóan ez még néhány napig így is marad, a héten ugyanis újabb árhullámokra számítanak a szakértők. Újabb elemmel bővül a Magyar Falu program. Idén már a falusi kisboltok működését, fejlesztését, valamint a korábban bezárt egységek újranyitását is támogatja a kormány. Erről a modern települések fejlesztésért felelős államtitkár beszélt szombaton Peregsurányban. Gyopáros Alpár bejelentette, a hazai finanszírozású program minden eddiginél több forrás biztosít a hátrányos helyzetű Szabolcs-Szatmár-Pereg megyei kis települések számára is. Elkezdődött a házasság hete idei program sorozata. A járvány miatt elsősorban az online térben várják az érdeklődőket. Nyíregyházán 2-től csütörtökig a Szent Imre kápolnában előadás, koncert és filmvetítés is lesz. Az online előadásokba a házasság hete Facebook oldalán lehet bekapcsolódni. Önök február 8-án hétfőn a Kölcsey Televízió híradóját látták, amellyel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Híreinket elolvashatják holnapunkon, de számos érdekességet találnak közösségi oldalunkon is. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!